Augusztus 29. Atyám fiai, én saját magamról nem gondolom, hogy már elértem volna. De egyet cselekszem. Azokat, amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékig dőlvén, célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Filippi beliekhez írott levél 3. fejezet, 13. és 14. vers. Pál nagyon sokat tett. Attól a naptól kezdve, amikor átadta magát Krisztusnak, élete fáradhatatlan szolgálatból állt. Városról városra, országról országra utazott. Hirdette a keresztről szóló igét, embereket térített meg az evangéliumhoz, és gyülekezeteket alapított. Ezek sorsát állandóan szívén viselte, több levelet is intézett hozzájuk, hogy oktassa őket. Időközönként mesterségét is folytatta, hogy mindennapi kenyerét megkeresse. Azonban életének valamennyi elfoglaltsága közepette sem tévesztette szem elől az egyetlen nagy célt, hogy törekedjen magasztos elhivatására. Előtte egyetlen cél létezett csak, hű maradni ő hozzá, aki Damaszkusz kapujánál nyilatkozott meg előtte és lépett be az életébe. Ettől a céltól semmi sem tudta eltántorítani. A golgotai keresztet magasztalni, ez volt a mindent átfogó indíték, mely szavait és tetteit ihlette. Az a magasztos cél, amely Pált arra késztette, hogy minden fáradtsága és viszontagságai ellenére is előre törjön, minden keresztény munkást arra buzdítson, hogy fenntartás nélkül szentelje életét Isten szolgálatára. A világ csábítani fogja, igyekszik figyelmét elvonni az üdvözítőről. Azonban a hívő törtessen célja felé. Mutassa meg a világnak, az angyaloknak és az embereknek, hogy reménységének megvalósulása, megvalósítása minden áldozatot és erőfeszítést megér, mert elvezet Isten színe elé. Ellen G. White, az apostolok története, Rómából írt levelek című fejezetből.